Tisztelt atyák, megkezdjük az utolsó testületi ülést, tisztelt vendégek, tisztelt képviselőtársak, elékezik ez a nap is mindig, amikor valamit lezárunk. A 2010-2014 közötti önkormányzati időszak utolsó testületi ülésén vagyunk, és hát igaz, hogy vannak még fontos ügyek, amiket tárgyalunk, de azért majd a végén egy kis ünnepséggel is zárnánk ezt a testületülést. Akkor túl legyünk a nehezén, kezdenénk a napirendi pontokkal szokás szerint. A mai napirendi pontok a következők lennének. Első napirendi pont lakások és helységek bérletéről szóló rendelet módosítás. A második előirányzat módosítás. A harmadik napirendi pont 2014 első fél éves zárás. Negyedik napirendi pontban ingatlan ügyeket tárgyalnánk, ötödik napirendi pont közlekedésbiztonsági rendelkezés az iskoláknál, a hatodik napirendi pont a Bursa Hungarica ösztöndi pályázathoz való csatlakozás, a hetedik napirendi pont a Bartók Béla Művelődési Ház létszám emelése és előirányzat módosítása, és lenne zárt ülés is a mai nap, első napirendi pont az zárt ülésen a lakásügyek, a második napirendi pont pedig az Ács díj adományozása, amely Ácsért díj adományozása, ami október 23-ai ünnepséget osztanánk ki, hát majd a új választott testület természetesen, de még ezt szeretnénk mi megszavazni. Amennyiben van valakinek javaslata, ha nincs, akkor nekem egy van, szeretnék rövetetni a napirendi pontokban 8-asnak, a sportcsarnok fűtésével vannak gondok, hogy a testület a sportcsarnok fűtésével kapcsolatban valamilyen döntést hozom. Valószínűleg a döntés végül is az lesz, hogy majd a lehetőségekhez mérten megbíztok mint polgármestert, hogy válasszuk ki azt, amit a megoldás, mert hirtelen jött ez a sportcsarnok gond, de meg kell oldanunk benne a testnevelő órát, meg egyéb ilyen dolgok. Tehát 8-as napirendre kéne ezt vegyük fel. Van-e valakinek, ha nincs, akkor aki egyetért a napirendekkel, kérem kézfeltartással jelezzük. Köszönöm egy hanggal, és azt még meg kell állapítanom, hogy mindenki jelen van a testületi ülésen, úgyhogy határozott képesek vagyunk. Első napirendi pont, akkor el is kezdenénk lakások és helységek bérletéről szóló rendelet módosítás, tárgyalta a család, egészségügyi bizottság, átadom a szót. Köszönöm szépen. Bizottságunk megtárgyalta, és látjátok az anyagban is nagyon szépen ott van, hogy tulajdonképpen egy egész ciklus tapasztalata tette, indokoltá azt, hogy a bérlakás állomány felhasználási körét módosítsuk. Az az igazság, hogy egyre-két olyan fiatal jelentkezett, aki időnként éppen, hogy csak súrolta azt a költséghatárt, nem szépen a szociális bérlakás igénylő körébe, és gyakorlatilag úgy gondoljuk, hogy a fiatalokon is kellene segíteni, tehát ez mindenképpen indokoltá tette, hogy a lakásrendeletet átgondoljuk. A gyár felfel, illetve a gyárnál lévő lakásról van szó, az szociális bérlakásnak épült, de gyakorlatilag ugye a 16 lakásból most is maradnának olyanok, ahol igénybe vehetnék olyanok is, de költségjelzővé alakítanak át. Az anyagból szépen látszik, hogy a különbség nem olyan óriási, viszont így lehetővé válna, hogy fiatalok is benyújtsák az igényüket erre a lakásra. Ezért a döntésünk az, hogy a gyárnál lévő 16 lakásos költségjelzővé alakítanánk, továbbá hát szociális bérlakás maradna, még az Árpád utcai lakásnak a fő utcajára, ugyan rákérdeztem, hogy tulajdonképpen a fő rendőri lakás, amivel a rendőrség tulajdon, hát nem tulajdon, de aki bérlő kijelölési joggal bír. Van még egy lakás, illetve egy ház az önkormányzat tulajdonában, tulajdonképpen az egy lépcsőházi rész, ez itt van a polgármesteri hivatal mögött, az Icsi Parkban, ott is ugye indokolt, hogy olyanoknak adjuk, akik a közalkalmazott státuszban vannak, ez korábban is így indult. Tehát ezt az előterjesztést alaposan megbeszéltük, és egyhangra elfogadásra javasoljuk. Köszönöm. Ügyrendi bizottság is tárgyalta. Ügyrendi bizottság is tárgyalta.
Léva részletesen elmondta, hogy miről van szó. Az ügyrendi bizottság 4-1-ben igennel támogatta a rendelet módosítását. Köszönöm. Van-e valakinek parancsolja? Csak annyit szeretnék kiegészítésképpen a szociális bizottságon, amit megtárgyaltuk, hogy a költségelvű lakások bérbeadásánál jövedelemkorlát nincs, úgyhogy a szociális bérlakásoknál jövedelemkorlát. Köszönöm. Csak ennyit szerettem volna, és január 1-től. Természetesen nem, de inkább azt kell látni, hogy ki tárgyítottuk a kört, akik kaphatnak lakást, ez nem jelenti azt, hogy a szociális rászorulók kizáródnak ebből a keretből. Az azonban tapasztalat, hogy jelentős azoknak a száma és annak az összege, akik hát nem fizetnek valamilyen bérleti díjat, de nem is a bérleti díj az, ami legjobban bennünket aggaszt, hanem a gáz, víz, villany, mert annak a nem fizetését mindig utólag tudjuk meg, és az utólag megtudott dolog, hogy már akkor van, amikor leszerelik az órát, vagy kikapcsolják a gázt, ami több százezer forintot jelent az önkormányzatnak. Tehát itt kérnék mindenkit arra, hogyha az önkormányzat tesz egy gesztust, hogy ad egy ilyen szociális lakást, vagy egy lakást, akkor legyen az az első, hogy kifizeti a rezsit, mert egy idő után is kiderül a dolog, és akkor csodálkozik, ha hát kikerül a lakásból, és utána az önkormányzat már nem úgy fog hozzáállni a dologhoz, hogy tényleg támogatólag. Én is tudom ezt támogatni. Aki támogatja a lakások és helységek bérletéről szóló rendelet módosítást, kérem készfeltartásra jelez. Szóval egy hangulat támogattuk. Második napirendi pont előirányzat módosítás. Ugye a fél éves előirányzathoz érkeztünk. Köszönöm a munkáját a pénzügyi részlegnek. Pénzügyvezető asszonynak van-e hozzáfűzni valója? Nincs, akkor átadom a gazdasági bizottságnak a szót. Köszönöm a szót. A gazdasági bizottság legnagyobb ülésén megtárgyalta az előirányzat módosítást, ami ugye hivatalos nevén a költségvetési rendelet módosítása. Ha már megszokott formában és módon kaptuk meg az előterjesztést, ami két részre van ugye tagolva. Az első részben az államtól átkozott pénzeszközök, az állami normatívák, kötött normatívák, az állam által finanszírozott pénzügyi kérdések rendezését tartalmazza, a második rész pedig a költségvetésben megtervezett és a tényleges kifizetések közötti különbséget. Még az első részben most belekerült a 2016-ig évi pénzmaradvány felosztása, ugye egy nagyon fontos kérdés volt, és kíváncsian vártuk, hogy mi lesz ott az összeg. A gazdasági bizottság ülésén felmerült néhány kérdés, mondhatom, hogy jó pár kérdés, amire megkaptuk a megmutató választ a pénzügyi osztálytól, illetve a jelenlevő intézményvezetőktől. A gazdasági bizottság a tárgyalás után egy hangulat elfogadásra javasolja az előirányzat módosítását. Köszönöm szépen! Ügyrendi bizottság. Ügyrendi bizottság is megtárgyalt és költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet egy hangulat módosítását egy hangulat támogatta szintén. Köszönöm. De valakinek kérdése, fölvetés, amennyiben elfogadjuk az előirányzat módosítást, a 2014 fél éves előirányzatra, azt kérem készfeladatásra jelezze. Köszönöm szépen, egy hangulag elfogadtuk. A harmadik napirendi pont a 2014 első fél éves zárása. Szintén van-e hozzáfűzni való a pénzügyi osztálynak? Nincs, akkor a gazdasági bizottsági aszló. Köszönöm szépen, ezt is megtárgyalta a gazdasági bizottság tegnapi ülésén. És ugye az első fél éves gazdálkodásról nem kötelező beszámolót készíteni a magyar államminisztrás felé, hiszen havonta készülnek zárások és beszámolók. Hát mindenféleképpen egy jó zárás ennek az időszaknak, és legalább át tudjuk tekinteni, hogy hol is állunk az első fél évben a gazdálkodás terén. Az anyag összeállítása során sok új szabályozást kellett figyelembe venni ugye a pénzügyi szakembereknek a polgármesteri hivatalban, és nekünk is új módon, másféleképpen kellett néznünk ezt az anyagot, és szerintem több figyelmet is szükségeltetett, hogy ezt most átlássuk és lássuk, hogy hogyan is mind kell ezt átvizsgálni. Annyit el kell mondani, hogy az intézmények bevételi és kiadási oldalon viszonylagosan és általában az időarányosnak megfelelően gazdálkodtak, ahol ez nem így történt, ott feltettük a kérdéseket és megkértük az indoklást, erre megkaptuk a válaszokat a tegnapi ülésen, és úgy gondolom, hogy ezek elfogadhatók voltak, és természetesen mivel itt vagyunk, itt ülünk, tudjuk, hogy miről van szó az év folyamán, az első fél év folyamán során. És összegzésként azért el kell mondanom, hogy a felhalmozási hiány és a működési többletbevétel különbözetét a második fél év gazdálkodása során ki kell küszöbölni, tehát ezen kell dolgozni, és a kifizetéseket mindenféleképpen sorrendbe kell állítani, tehát priorizálni kell a
jövőben ez a feltétel annak, hogy a második fél év és összességében az egész év gazdálkodási sikerrel tudjon zárulni. A gazdasági bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja a fél éves gazdálkodásról szóló beszámolót. Köszönöm szépen! Van-e valakinek hozzáfűzni valója? Én nekem annyi, hogy hát az idei évben jelentős számú beruházás volt, kétségtelen, hogy az új testületnek is oda kell figyelnie gazdálkodására, és észszerűen, átláthatóan kell gazdálkodni majd, mert azért a helyzetünk, még ha jobb is valamivel, mindenképpen figyelni kell, és továbbra is észszerűen kell gazdálkodni. Aki elfogadja a 2014 év első fél éves zárását, azt kérem készbetartására. Köszönöm szépen. A negyedik napirendi pont ingatlan ügyek. A gazdasági bizottság tárgyalta az ingatlan ügyeket. Parancsoljon. Köszönöm. Az előterjesztésben három különböző ingatlan ügy szerepel. Az első pontban Takács Norbert kérelmező adóbevételi szándékot és kerestem az önkormányzatot. Viszont a Dáncs listából 24 szám alatt, 6 szám alatti ingatlan szeretné megvásárolni. Az ajánlata 160 ezer forint erre a területre. Ez egy kivetve építetlen terület, 1087 négyzetméter nagyságú, vagyonkataszteri értéke 159 ezer forinton van nyilvántartva. Annyit el kell mondani erről a területről, hogy meglehetősen mély fekvésű, tehát ár és belvíz idején azért veszélyes, nyilván földfeltöltéssel ezt beépíthetővé lehet tenni, de az egy jelentős többletköltséget igényel, jelentős beruházást igényel. A gazdasági bizottság, mivel az ár is megfelelő és nincsen szándékunk ezzel a telekkel, tulajdonképpen semmi, ami saját célra tudnánk hasznosítani, egyhangulag elfogadásra javasoljuk és támogattuk a Takács Norbert kérelmező ajánlatát. Második pontban Rosta Etel, Ónodi Lajosné és Rosta Margit Erzsébet ajánlottak fel megvételre egy ingatlant, ami Ács Győri utca 60 alatt található. Ennek ők a 924 részben a tulajdonosai, a fennmaradó 1524 részben a magyar állam a tulajdonosa ennek az ingatlannak. Annyit kell erről tudni, hogy a magyar államtól tulajdonképpen ingyen át lehetne venni, átvehetni az önkormányzat költségeit, értve ezt az ingatlan, hogyha például a szociális bérlakásra vagy egyéb közcélra használná, hasznosítaná. Viszont miután, mielőtt eldönteni még azt, hogy megvásároljuk el, vagy valamennyi pénzt szánunk erre az ingatlanra, azt meg kellene azért várni a hagyatéki eljárásnak a lefolytatásának a végét, hiszen igaz, hogy az ingatlan jelenleg tehermentes, de nem biztos, hogy a hagyatéki eljárás végén is ez még így lesz. Tehát meg kell várni, hogy tulajdonképpen kerülhet fel valamilyen záradék ennek az eljárásnak a végén. Miután ez megtörtént, és úgy lesz, hogy tehermentes az ingatlannak, akkor a gazdasági bizottság javasolja ennek az ingatlannak a megvásárlását és ennek a folyamatnak az elindítását. Pontosabban, de a 924 részt ugye felajánlották a vevők. A 1524 rész az ingyen kerül át. Az a vagyonkezelő. Tehát ott nyilván, akiktől ajánlották, nem feltétlenül ingyen fogják minket felajánlani. Az önkormányzat átveszi ezt az ingatlant, amennyiben tehermentes. Így van. Tehát ez volt a feladat. A tárgyalati javaslatunk. A harmadik ponton pedig Tóth László adott be egy vásárlási igényt, egy szántó megnevezési ingatlanra, ami 4,78 korona értékű, 5085 négyzetméter területű. A általa kínált vételi ár magasabb, mint a kataszteri árának a területnek, ezért a gazdasági bizottság javasolja az eladást, ezt támogatjuk, ezt a vételi szándékot egyhangulag. Köszönöm szépen! Van-e valakinek hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs, akkor aki támogatja, hogy Takács Norbertnek eladjuk a Kistábornok utca 7/B szám 2161 helyre, ami szám alatti 1087 négyzetméter nagyságú megépítetlen területet 150 ezer forintért, azt kérem készletartásra jelezze.
Köszönöm szépen. Ez az a mocsaras terület, úgyhogy nem egy építésre alkalmas terület. Aki támogatja, hogy átvegyük a Győri utcában lévő ingatlant abban az esetben, ha mi ez a, ami még van? Hagyatéki eljárás után nem kerül rá semmilyen teher, és az magyar állam ingyenesen átadja, azt kérem készfenntartásra jelezze. Köszönöm. És a harmadikként, aki támogatja Tóth Lászlónak a 0105/50 helyrezi szám alatt 478 aranykorona értékű szántóművelési terület eladását 50.000 forint végelán, azt kérem készfenntartásra jelezze. Köszönöm szépen. Takács Norbert, elnézést kérek, nem 150, 160 ezer. 160, bocsánat, azt kerestem, csak nem tudtam. Nem, ezt a félreértés 160. Megerősítem 160 ezer forint, mert 159 a értéke. Köszönöm. A következő napirendi pont közlekedésbiztonság az iskoláknál, a rendőrségi javaslat alapján, szintén a gazdasági bizottság tárgyalta. Köszönöm szépen. A Komáromi rendőri kapitányság két munkatársával járta be a hivatal műszaki ügyintézője a két iskola környezetét, és a szakemberek javaslatára belekerültek az előterjesztésbe utcasarkokon és a forgalom és a fejeken gyerek által használt területeken forgalom szabályozó táblák, tehát sebességkorlátozó és gyermekek figyelmeztető tábla. A gazdasági bizottság megtárgyalta, és úgy voltunk vele, hogy nem biztos, hogy mindenhol indokolt egyébként ezeknek a tábláknak a feltétlenül kihelyezése, de inkább legyen egyel több, mint egyel kevesebb a gyermekeink érdekében, a balesetek elkerülése érdekében. Ezért a gazdasági bizottság egyhangulóan javasolja ezeknek a határozati javaslatban szereplő tábláknak a kihelyezését. Egyúttal 100 000 forintot a tartalék terhére ebből felhasználásra javasolunk. Köszönöm. Van-e valakinek? Parancsoljon. Köszönöm. Csak. Azért is támogatta tegnap is megnyitottam ez bizottsági üléseken, hogy a gyerekeim biztonságos közlekedése ne táplálkozjon, hanem hogyha a javaslatokkal éljünk, és azokat a táblákat, amiket a rendőrség kér, kerüljenek kihelyezésre. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e még valakinek? Nincs, akkor amennyiben támogatjátok a lesztáblák kihelyezését közlekedés biztonsági okokból az iskolákhoz, és előrehányzott módosítás 100 000 forintot a tartalék terhére, azt kérem készfeladatásra jelezze. Köszönöm szépen, egyben megszavazhatom. Köszönöm. A következő napirendi pont Bursa Ungarika ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás. A Család Segélységügyi Bizottságot kérem először. Igen, köszönöm szépen. Az előttünk egy előterjesztés még 2 millió forintról szólt. Az idejéhez hasonlóan a bővülés a 2015-ös költségvetésben szerepelje. Ez ugye a tovább tanuló diákoknak nyújt segítséget. Mi akkor ezt támogattuk, ezt a 2 millió forintot, mi mondhatjuk meg ott a javaslatot. Köszönöm szépen. Oktatási bizottság. Az Oktatási bizottság is tárgyaltam, és a Családsegítő bizottságnak a javaslata mellett felmerült az a kérdés, vagy kérés is, hogy ugye a 2014. évben 2 millió forinttal támogatjuk ezt az ösztöndíj pályázatot, hogy esetleg is úgyis, ha több gyerek van, többen próbálnak erre a pályázatra jelentkezni, akkor ezt az összeget emeljük meg, és ez az összeg legyen akár 2,2 millió forint is. A bizottság ezzel a javaslattal jött a testület elé, hogy 2,2 millióra emeljük az ösztöndíj pályázathoz. Köszönöm szépen. Gazdasági bizottság. Köszönöm szépen. Megtárgyalni, hogy mégis a gazdasági bizottság véleménye egyezik a két előttünk elhangzottakkal, és az oktatási bizottságnak a 2 millió 200 000 forint összegét támogatjuk és javasoljuk elfogadásra. Bizonyára nagyobbak lesznek az igénylők száma, és valószínűleg a rászorultak száma is természetesen emelkedik folyamatosan, sajnosan. Köszönöm. És az ügyrendi bizottság is tárgyalta. Ügyrendi bizottság is tárgyalta. A Bursa Hungarika tulajdonképpen egy többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál, települési önkormányzati, megyei önkormányzati, illetve a felső oktatási intézményi támogatás. Az ügyrendi bizottság hasonlóan az előző bizottságokhoz 2 millió 2
2.200.000 forintot a jövő évi költségvetés tervére megszavazta az ügyrendi bizottság 4-1-ban végennek. Köszönöm szépen, én magam is amellett vagyok, hogy a fiataloknak minél több támogatást juttassunk, és ez a 2.200.000 azt gondolom példaértékű is, mert amióta a polgármester vagyok, azóta folyamatosan emeljük ezt az összeget, tehát én azt gondolom, hogy ez nem baj, ez azt jelenti, hogy tovább tanulnak a gyerekeink itt Ácson. Egy dolgot hagyj említsek meg a dolgokkal kapcsolatban, egy dolog azonban még egyedi volt eddig, az én polgármesterségem alatt legalábbis először kaptam egy olyan levelet, amiben egy főiskolát elvégző tanuló megköszöni az önkormányzatnak ezt a támogatást, egy Szücs Piroska volt, ami természetesen nagyon jól esett, és ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek meg kell kötelezően köszönni, de jól esett, hogy megköszönte, mert ez azért egy adható dolog, tehát hogyha az önkormányzat azt mondaná, hogy hát sajnos nincs pénz, akkor nem adna, de így tényleg köszönjük neki ezt a levelet, hogy azért ezt a dolgot elküldte nekünk, és ennyit gondolt arra, hogy tényleg az önkormányzat is támogatta a tanulmányait. Akkor aki valakinek hozzászólni valója nincs, akkor aki támogatja, hogy a jövő évi költségvetésre 2.200.000 forint legyen a Bursa Hungarika ösztöndíj, az való csatlakozás, azt kérem készfeladatásra jelezze. Köszönöm. És a 7. napirendi pont Bartók Béla Művelődési Ház létszám emelési kérelme, oktatási bizottságot kérem. Ácsáros önkormányzatának azt gondolom, hogy alapvető feladata is az is, hogy azokat a végzett diplomás fiatalokat a településen tartsa, akik a munkájukkal, az eddigi hozzáállásukkal érdemessé váltak erre a dologra. Én azt gondolom, hogy vannak a településen olyan fiatalok, akik nagyon sok munkát végeznek el, nagyon sok segítséget nyújtanak az önkormányzatnak, illetve, és most itt speckó éppen a művelődési házról van szó, kulturális közfoglalkoztatást indított az intézményünk másfél évvel ezelőtt, illetve az állam indított a közfoglalkoztatás keretén belül kulturális közfoglalkoztatást, és ebben a közfoglalkoztatási keretben egy helyi fiatal dolgozott nálunk, illetve dolgozik nálunk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban nyújtott munkája alapján érdemesnek tartom arra, hogy a művelődési ház munkatársi körébe bekerüljön, illetve a csapatát erősítse. Úgyhogy én arra szeretném kérni a testületet, hogy ezt a kulturális közfoglalkoztatót, én most foglalkoztatott embert október 1-től az intézmény létszámába felvessük. A bizottság egyébként egyhangulag támogatta ezt a kérésünket, illetve kérelmünket. Köszönöm. Gazdasági bizottságot kérem. Köszönöm szépen. Megtárgyalta tegnap a gazdasági bizottság és tényleg a szakmai érveket és indulókat elfogadva támogattuk. Könnyebb helyzetben vagyunk így, hogy tudjuk, hogy kiről van szó, tehát személyesen ismerjük már a munkáját, a tevékenységét az elmúlt időszakban, és tényleg elismeréssel lehet csak róla beszélni. Nagyon örülünk annak, hogyha itt helyben talál munkát és itt szeretne elhelyezkedni. A gazdasági bizottság egyhangulag támogatja, és a tartalék termére október 1-től 484.000 forintot kérünk felhasználni munkavérés járulékai kifizetésére. Bocsánat, még az ügyrendi bizottságban. Ügyrendi bizottság is megtárgyalta a Bartók Béla Művelődési Ház létszám emelési kérelmét, és 4-1 hangú igen szavazattal támogatta azt. Köszönöm. Van-e valakinek hozzáfűzni valót? Először. Köszönöm szépen. Itt a képviselőtársam nagyon árnyaltan lépve körül. Tény és valahogy tudjuk, kiről van szó, és el kell, hogy mondjuk, hogy gyakorlatilag azt mondtuk, hogy ha most ezzel összejön egy olyan fiatal csapat, aki fölvázzák egy kicsit a települést, és olyan kulturális élet lesz ebben a házban, mondjuk reggeltől, késő délutáni kora estig, hogyha nem mondjam, akkor mindenképpen támogatandó
és hát gyakorlatilag ezért azt látok, amit elmondott tegnap bizottság ülésen, de magával a személyen mindenki egyetlenek, meg kell történni tartalommal, de szerkeszteni is kell, nem csak a délre, hanem a működési kázébe, illetve az egyetekre. Köszönöm. Parancsolj. Maximálisan támogatom az igazgató úr kérdését, és csak üdvözlöm tudom a gondolatát, hiszen azt hiszem, hogy az élet minden területén érdemes elgondolkodni, ahogy mondtál, hogy azokat a fiatalokat, akik valamilyen különös tehetséggel megváltottak a diplomájukon kívül, próbáljuk meg, hogy városunkban kapatoztassák tehetségüket. Tehát ez nagyon megfontolandó, és üdvözlöm, amit mondtál, úgyhogy támogatom a gondolkodásra. Köszönöm. Van-e valakinek hozzáfőzni valója? Ha nincs, akkor aki elfogadja a Bartók Béla Művelődési Ház létszám emelési kérelmét, azt kérem kézbezartásra jelezze. És ehhez 252.600 forint plusz járulékait a költségvetésbe, a tartalék terhére elfogadja, és kérem kézbezartásra jelezze. Köszönöm szépen. Itt csak annyit mondanék, hogy egyre több olyan fiatal kerül be az önkormányzat munkáltatói körébe, akik úgy kerülnek hozzánk, hogy először valamilyen közmunkán vannak itt, és utána alkalmasak, látjuk, hogy lelkiismeretesek, és akkor bekerülnek a rendszerbe. Mindig van fluktuáció, mindig van, aki vagy elmegy, vagy új munkahelyet keres, vagy keresre megy, vagy nyugdíjba megy. Tehát mindig van ilyen, és tényleg annak örülök, hogyha itt maradnak a diplomások. Megpróbálom mindenkinek ilyen szempontból segíteni, mert nagyon sok diplomás azért hát nem jön vissza, ezt mindenki tudja, és azért ez emeli az Ács városának a színvonalát is. Van-e valakinek, ja, igen, az egyebekben 8. napirendi pontban javasoltam a sportcsarnoknak a felvételét, ezt a gazdasági bizottság tárgyalta a sportcsarnok fűtését. Röviden arról van szó, hogy a sportcsarnok fűtése sajnos úgy néz ki, hogy a végét megadta magát, és olyan régi rendszer, amit nem nagyon lehet már felújítani és sem pótolni a hibákat. Azért a tegnapi nap is azzal telt, hogy próbáltunk alternatívákat, megoldásokat keresni. A Kft. Igazgató úr ezeket, hogyha kell, igényeljük, el is mondja, hogy kikkel tárgyal a tegnapi nap alatt, mert tegnap ez már tudható tény volt, de több alternatíva is van. Egy a lényeg, nekünk meg kell oldani ezt egy hónapon belül, mert jön a tél és ott tornáznak a gyerekek, ott vannak a bajnoki meccsek, ott lesz Bál is, ha jól tudom, tehát mindenképpen a helyzetet orvosolni kell. Én először látom a gazdasági bizottságnak, azt azért megkérem a Bakay urat, hogy mondja, hogy ő most kell tárgyalt eddig, meg hogy merre halad a dolog. Jó, köszönöm szépen. Hát természetesen nem lett ebben a történetben más tenni, mint támogatni ezt, hiszen ahogy polgármester úr is mondta, a testnevelés órákhoz zajlanak, illetve hát a nem végettes bajnoki kézzel a mérkőzésnek is az a helyszíne. Meg a megyei női. Nehogy megsértődjenek. Nem, mert ott van akkor kapcsolatban. Igen, én mondom, miattabb szóltam, nem a nő. Hát igazán a gazdasági bizottság azt támogatta, azt tudtuk a tegnapi napon még támogatni, hogy egy gazdasági és optimális megoldás szülessen ebben a történetben, és megkértük a Bakay urat, hogy ezt járjuk körben, és tájékozódjon, hogy mi lehet itt a megoldás. Egy-két szót mondaná? Tulajdonképpen csak annyit sikerült érinteni ezzel a tanulmányi alatt, hogy három szálon fut most ennek a fűtésnek az azonnali megoldási lehetősége. Az egyik az, hogy árajátot várunk 24 órán belül egy budapesti cégtől, aki egy ilyen mobil fűtőrendszert le tudna tenni ide, és átmenetileg meg tudná oldani azt, hogy ne legyen ide a csarnokba. A másrészt fölbukkant három olyan kazán, ami esetleg megvásárolható lenne. Kompatibilitási problémák még lehetnek, de lehet, hogy ez is egy elég olcsó megoldás és átmeneti megoldás lehetne. És a harmadik, hogy iskolaigazgatónő javaslatára még egy harmadik megoldás is belépett a képbe. Lehet, hogy talán lesz a legjobb, hogy ezekkel a motorokkal futunk még egy kört. De attól függetlenül nyilván a tervezést, hogy a gazdasági bizottság is tárgyaltat a gáztervezést, mindenkit el kell kezdeni, de úgy néz ki, hogy azért egy héten belül lehet, hogy a sportcsarnok fűtésére egy átmeneti megoldás sikerül majd létrehozni. Köszönöm. Annyit fűznék hozzá, hogy természetesen a fő megoldás az, hogy gáztervel
képbefogásos rendszerrel megújítani teljesen a sportcsarnoknak a fűtését. Ennek azonban nem csak anyagi, de technikai gondjai is vannak, mert egy gáztervnek az elfogadása az körülbelül 2 hónap. Az elkészítése nem olyan hosszú idő, a légbefúvó rendszer pedig hát lényeges költségekkel jár. Ezt mindenképpen a következő költségvetésben kell csinálni. Én arra kérem a testületet, bízzam meg a polgármester, vagyis engem, hogy a járjon utána annak, hogy milyen ideiglenes megoldást tudunk csinálni, és kezdjük el a gázterv elkészítését, hogy az egy következendő egy hónapban mindenképpen megoldódjon a déli időszakra a sportcsarnoknak a fűtése. És hát a jövő évben pedig a új testületnek mindenképpen gondoskodni kell, hogy a költségvetésbe kerüljön be a sportcsarnok fűtésének, szervezési rendszerének a költségei. Ha így lesz. Köszönöm szépen. Tegnap ott voltam azon a bizottságülésen, és egyébként csak ott van jutott eszembe, hiszen arról az elején fölfűtik, aztán le kell kapcsolni, és gyakorlatilag mondjuk a második etapban már mindig nagy kabátba üldögéltünk meg menet közben, tehát ha nagy hideg van egy újévi koncertnél, teljesen kívül az épület, és menet közben meg nem lehet fűteni a hang miatt, ugyanez volt korábban a mozinál, csak ott olajjal működött. Úgyhogy esetleg emiatt érdemes lenne ezt magánemberként is meg tudom erősíteni, nagy megváltások, mikor ott van a légbefúvásra átértünk a radiátoros megoldásra, mert gyakorlatilag ez egy olyan zajártalom egy idő után. Lehet, hogy arra akarsz reagálni, hogy a radiátorokkal meg ilyen kurban. Igen, kettős rendszer. Tehát a lényeg az, hogy mindig fölmerül egy probléma, ezért ezt most nem akarom itt mindig húzni. A radiátorokkal most meg az a probléma merül fel, hogy a radiátorokat felszereljük a falra, akkor a bordás valaki kilógnak a pályára. Tehát mindig van valami, tehát az igazság, hogy ezért kell egy gázterv, mert anélkül nem olyan tudunk itt most tényleg érdemit lépni. Ezért kérem is azt, hogy bízzák rá a polgármester és a hivatal, és akkor utána mindenképpen ezt megoldjuk, mert az nem lehet, hogy büntetlenül tornázanak a gyerekek, szerintem ez biztos nem fog előjönni. Habár én mondtam, hogy a mi időnkben kis tanteremben tornáztuk, de azóta már nagyobb a gyerek, vagy nem tudom, hogy mi van. Így emlékszem, negyedikben még az asztalon kellett tornázni, van ezt a nemnőn, és meg a, nem tudom, hogy valami így, benne az osztályban is ott kellett. Parhoz, igen, ez a szép gyerek. Csak egy gondolatot először, hogy elképzelhető, hogy a megújuló energiaforrások alkalmazása, mint esetleg az uniós pénzek az elkövetkező években támogatnának, akkor az hatékonyabbá tudná lenni, és csendesebb, zajmentesebb, és nem is foglalna annyi, akkor a helyet mondjuk egy elektromos falfűtés, ami napenergiával működik, tehát bízunk abban, hogy azért lesz erre, és az elkövetkező években pénz. Hát most két pályázatunk bent van a napenergiás pályázatok közül, mind a kettőt befogadta a bérálló bizottság, hát reméljük, hogy úgy is bírálják, hogy nyerünk. Ha nyerünk, akkor végre megújulna a hivatal, meg megújulna egy-két közintézménynek az ellátása a napenergiával. De itt is lehet látni, hogy az év során, vagy a 4 év során is mindig voltak olyan dolgok, amiket előre nem lehet látni. Lesz. És akkor bejön, és akkor millió egyből már mennek is kifelé. Tehát itt azért ezekre vigyázni. Egyebekben valakinek, még most van itt alkalom, hogy az egyebekre lehet valamit szólni, mert aztán... Bocsánat, megszavaztatom, akkor 8-asban akkor azt is megbízom, mert aki ezt megszavazza, hogy a polgármester és a KFT nézzen utána, meg a sportcsarnoki felelős igazgató, azt kérem készletadással jelezzek, köszönöm. És akkor most van az egyebeknél, hogyha bárkinek van 4 évvel kapcsolatban valami olyan, amit szeretne megosztani a lakossággal is. Én azt gondolom, hogy mert a végén szeretnék én is egy-két szót mondani, de parancsolj. Hát csak néhány gondolat itt a végére, hogy úgy érzem, hogy az elmúlt 4 évben a polgármester úrral, a képviselőtársaimmal együtt megtettünk mindent annak érdekében, hogy folytatódjon a városunkban az a már több éve elkezdett fejlesztés, amit azt hiszem, hogy ebben a 4 évben is sikeresen folytatjuk. Én ebben úgy érzem, hogy ebben a 4 évben a viszonylag nyugodt testületi üléseket előzték meg,
a bizottsági ülések, ahol lezajlottak az éles viták, ahol megtörténtek a vélemények ütköztetése, és úgy érzem, őszinte építő tevékenységet folytattunk az elmúlt 4 évben. A bizottsági ülések munkáját, illetve az önkormányzat tevékenységét megalapozta a polgármesteri hivatal munkatársainak alapos és kiváló munkája, ügyfélbarát tevékenysége. Én azt hiszem, hogy ezeknek az alapos együttmunkálkodásoknak köszönhető, hogy ennyire szépen sikerült ezt a 4 évet végezni. Én tisztelten megköszönöm mindazoknak a munkáját, akik tevékenyen részt vállaltak a 4 év feladataiból, vagy a lakosság részéről jelzéseikkel, rendezvényeken való megjelenéssel, jó indulatú kritikával illették a munkánkat, és ezzel segítették a városvezetés munkáját. Köszönjük ezt, és kérjük a továbbiakban is, hogy jellezzék, gondoljék a problémáikat, mindenki munkáját köszönjük. Köszönöm szépen valakinek. Köszönöm szépen. Én egy elég kritikus bizottságot vezettem, mert azért tudjuk, hogy Ácson elég sokan élnek nehéz sorban. És gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a polgármesteri hivatal dolgozóinak együttműködésével, amit nem győzünk köszönni, mindig jutott arra pénz, hogy a legjobban rászorulókon lehessen segíteni. Egyrészt tehát ennek örülök, hogy azért itt olyan nagyobb probléma nem volt. A másik, hogy miközben tényleg nem álltunk annyira jól anyagilag, és mindent meg kellett gondolni, én azt is el kell mondjam, annak örülök, hogy olyanokra is jutott ennek ellenére pénz, amit sokan nem éreztek tám fontosnak. De az, hogy játszóterek lettek, vagy az, hogy elkészült az állomásnál a parkoló, amit én 10 éve kezdtem mondogatni, ezek olyan beruházások voltak, amitől érhető lett ez a település, sok minden más is, de azt majd elmondja a polgármester úr, én annak örülök, hogy ilyenekre is jutott, vagy például a Jeges pusztán egy közösségi ház. Ezek fontosak, még ha csak bizonyos rétegeket érintenek, akkor is ezek ilyenek teszik élhetővé ezt a települést, és én nagyon örülök, hogy ilyenekre is gondot fordítottunk, és teremtettek állapot. Köszönöm szépen. Köszönöm, Barancsi. Csak én válaszol, csak lakozva mennék soha. Én akkor voltam már egy ciklusban bizottság, vagy képviselő. Én nagyon mozgódva vettem, mikor a szociális bizottságba kaptam helyet. És megmondom őszintén, hogy a 4 év alatt én nagyon jól éreztem magam, és megköszönöm a hivatal dolgozóinak a munkáját. Mindig nagyon nagy készséggel, és mikor anyagot kaptunk, a legmesszebb menőkig részletesen kidolgozott, nagyon szép anyaggal rukkoltak elő, és hát azt hiszem, hogy a mi bizottságunk volt, ami a legtöbb erőléshez is. Nagyon sokszor nehéz helyzetben voltunk, de azért úgy érzem, hogy mindenki kérésének eleget tudtunk tenni. Elutasítás nagyon ritkán fordult elő, az meg nagyon mindig volt. Köszönöm szépen. Köszönöm a részt. Barátok, köszönöm szépen a szót. A tegnapi gazdasági bizottsági ülésen volt módon is lehetőségem arra, hogy megköszönjem a bizottság tagjainak a elmúlt 4 évben végzett munkáját. Most ezt a kör szeretném kiszélesíteni és kibővíteni, és megköszönni mindenkinek, és felsorolás nélkül szeretném ezt megtenni, aki részt vett az elmúlt 4 évben a gazdasági bizottsági üléseken is. Segítette a munkánkat, szakemberként hozzászólt és támogatta a tevékenységünket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e valakinek? Hát akkor magamhoz ragadom a szót. Én azt gondolom, hogy ez a 4 év kemény 4 év volt. Mindenképpen anyagi szempontból volt a legkeményebb. Azok, akik nem voltak benne nap mint nap, azok nem igazán tudják tenni, vagy nem látják, hogy mit harcoltunk nap mint nap, vagy egy-egy hónapban azért, hogy működőképesek maradjunk. Itt tényleg a hivatalban nagyon sokan ezért dolgoztak. Én magam mindig megpróbáltam azon a mesdjén mozogni, ami már másoknak veszélyes, de én nekem még mindig azt mondtam, hogy elfogadható. Úgy látszik, hogy ez valamilyen szinten bejött, még az ÁSZ ellenőrzés vezetője is azt mondta, hogy maga nagyon ügyesen lépked azon a vonalon, amit még lehet. Hát úgy néz ki, hogy sikerült 4 évig lépkedni ezen a vonalon.
az kétségtel, hogy jobb lenne ezen a vonalon lépkedni, de azt is tudni kell, hogy Ács nincs olyan helyzetben, mint a környező települések. Tehát aki itt olyan nagy reményekkel gondolkodik, hogy Ácson majd világot vált, az sajnos csalódni fog, mert azért itt nálunk a bevételek és a város fenntartása azért nagy részt arányban van. Pályázat nélkül Ácson nem lehet igazán fejleszteni. Tehát itt szinte minden pályázatot meg kell ragadni, mindenre be kell adni, ami olyan, hogy a város élhetőségét, gazdagodását segíti. Szeretném a köszönet hangján tényleg az összes dolgozó felé továbbítani a munkájukért a köszönetet, mert hát rengeteget segítettek. Értem az intézményvezetőkre, azok dolgozóira, a mi dolgozóinkra, tehát nem igazán tudom megköszönni, egyesével próbálom majd megköszönni mindenkinek, de mindenki egy kis láncszem volt a gépezetbe, és hát mondjuk úgy, hogy a láncszemben fogaskerekek meg a képviselők voltak, akik nagyon sok mindenben segítettek, de legfőképpen abban segítettek, hogy azt az idegi terhelést, amit az előző testületnél ki kellett bírni, akár a polgármesternek, akár képviselőnek, az nekem most nem kellett kibírni. Tehát igazából, megmondom őszintén, óriási segítség volt a konstruktív, együttműködő testület. Tehát még egyszer köszönöm mindenkinek ezt a hozzáállást. Viták volt, de vita, szakmai vita volt, de azon nem kellett vitatkozni, hogy kit itt jelentett föl, vagy ki kivel ment. Igaz, volt az indulás, az nehéz volt, mert egyből 13 feljelentéssel kezdtünk, már 2010 decemberében kivonult a rendőrség az Ácsi önkormányzathoz lefoglalni a fél önkormányzatot. Volt egy névtelen feljelentésünk, de én megmondom önöknek őszintén, hogy örülök neki, mert nyugodtan indulhattam, mert megállapították, hogy minden rendben van. Tehát úgy indulhattam, hogy hát kérem, akkor ha minden rendben van, akkor most csináljuk, remélem, hogy nem így indul el a következő testület. Bárki jön ebbe székbe, nem kívánom neki. Én azt mondom, hogy Ács érdeke csak azt kívánja, hogy összedolgozva, tisztességesen próbáljunk előre menni. Nekem mindig azt rólják fel, hogy túl kemény vagyok, túlságosan el akarom érni azt, amit én előre kigondolok. Én úgy gondolom, hogy én megpróbálom mindig a város érdekeibe megtenni a lépéseket, de szerintem egy-két képviselő bizonyíthatja azt, hogyha én nekem szakmailag alátámasztott javaslatot tesz valaki elém, és azt mondja, hogy tényleg erre oda kellene figyelnem, akkor nem egy olyan dolog volt, amit elővettem, előrehelyeztem, megcsináltuk és átadtuk. Tehát ezt én úgy gondolom, hogy így van. Vannak dolgok, amiket nem lehet megcsinálni. Vannak dolgok, amiket hiába próbál bárki megígérni, nem lehet megcsinálni. Tehát én mindig azt szeretném kérni mindenkitől, aki ide kerül képviselőnek, polgármesternek, a következő testületbe is, olyan dolgokat, amik nem megvalósíthatóak, próbálják mindig úgy, tehát úgy vezetni a várost, hogy olyan dolgokkal az embereket gazdagítani, amiket utána meg is tudnak valósítani. Még egyszer köszönöm mindenkinek a munkáját, és köszönöm a lakosságnak, hogy megtiszteltek bennünket. Mindenkinek jó választást kívánok, sok szerencsét és viszontlátást. Nekünk még van ülésünk. Igaz. Hát látjuk ez, amikor a végén már elfelejtem, nem kívánok még senkinek búcsúzót, szeretném még a élőadásba átadni mindenkinek azt a minimum ajándékot, ami elvárható és amit szeretne, amit át is kell, hogy adjunk, egy kis plakettet, majd megkérnék mindenkit, hogy mondom a nevét, akkor, hogy oda tegyek hozzá, és akkor ezt vegye át tőlem. Először is Rohonczi József alpolgármester úrnak szeretném átadni, kitartóan tudott helyettesíteni engem, amikor valami gond volt, és hát a munkájáért mindenképpen, Józsikám. Köszönöm szépen a munkádat. Köszönöm szépen. Szeretettel. Amikor fölmegy a vérnyomásom, akkor Józsi mindig be tud ugrani, mert nekem ilyen őrült vérnyomások már mindig jön. Csupa László úrnak, akik a gazdasági bizottságot vezetve 4 évig, és nagyon köszönöm a munkáját. Köszönöm szépen a szót. Háromházi Györgyné asszonynak, aki szép virág is jár. Köszönöm szépen a munkádat, hogy éri valamit.
Földeket jobban megbeszéltük, ott a szilárdunk. Csányi Józsefné, elnök asszonynak és tanárnőnek, mert nekem a Józsefné, a Csányi tanárnő, az mindig tanárnő, ugye, mert... Hogy ne mondjam, hogy... Köszönöm szépen a munkádat. Én is jövő elnézést, hogyha megsértettem, hogy véletlen, nem arra mondjuk. Bármi csak a szakmai vitán helyére történt. Németh Gyula úrnak. Köszönöm a munkára, Gyuszi. Márkus Béla úrnak, akinek külön gratulálok, az unokája egy nap megszületett. Köszönöm a munkádat. Sok sikert. Tóth Győző bizottsági elnök úrnak. Köszönöm a munkáját. Nagyon szívesen. Végére egy olyan hölgy maradt, akinek duplán szeretném megköszönni a munkáját. Nagy Irén asszonynak, aki nem indult már képviselőnek, tehát valószínű, hogy neki ez lesz az utolsó ciklusa, és hát még egyszer őtelen külön szeretnék itt a nyilvánosság előtt is, mert nem sok vita volt az elmúlt négy évben, egy nagyobb vita volt, az sajnos Irénkével volt, de jó vezető, akkor jó vezető, ha elnézést tud kérni. És én itt a ás lakosság előtt szeretnék elnézést kérni azért az egy csúnyán vitáért az Irénkét. Azt a munkát, amit te ezért a városért tették az elmúlt négy évben. És azt hiszem, nyomot hagytál és eredményes szép munkát folytattál. Köszönjük a munkát, én is fogad szeretettel. Köszönöm szépen, tanár úr! Nagyon köszönöm szépen! Viszontlátásra mindenkinek, minden jó!